vendégeink, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntünk, aki eljött ma ide a Városi Könyvtárba, hogy egy új, mostanában megjelent új könyvet ismerjen meg. Ez a könyv nem helytörténeti vonatkozású, ez a könyv a Budapesti Jazz Mozgalom 55 éves történetét dolgozza fel, és közöttünk köszönhetem a könyv szerzőjét, Simon Géza Gábor urat. Simon Géza Gábor sokoldalú személyiség, zene és hanglemes lemeztörténész, zenei újságíró, zenei könyvtáros, elismert diszkográfus. Majd kiderül, hogy számos könyve jelent meg, de őt nem fogom bemutatni, hanem Dudi Kálmán, cintészetettel köszöntök, most nem a kamera mögött, hanem most itt a beszélgetőzás szerepében köszöntöm őt, és tulajdonképpen én át is adom a szót ennek a remélhetőleg kellemes hangulatú jazz témájában zajló beszélgetésnek, ahol megismerjük a szerzőt, és mivel én át is adom a szót. Köszönöm szépen a szép szavakat. Én is szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Hölgyeket és urakat, barátokat, kevésbé régóta ismert barátokat. Én Simon Géza Gábor, és természetesen elég különleges humanitán számomra nagyon, mert hát évek óta szerettem már ezt a találkozót összehozni a kiekedi zenelemokkal és Gáborral. Végre elégedett ez a pillanat. Úgyhogy azt szeretném én tulajdonképpen ismerkedjük meg a szerzővel ezen az első gondolat, és akkor a szakmai munkádról beszélni, mert ugye hogy a Jazzkutatási Társaságnak is vagy ugye az elnöke, tehát ennek a egyesületnek a munkája egy pár szóba magadról, pár szóba is utána. Annyit azért még elmondanék, hogy Sikonda 1977-ben találkoztam a mester először, itt van jelenlegi, aki ezt tanúsítja. Úgyhogy ez egy jazz tábor volt, nagyon érdekes, ez teljesen kiment már a divatból, tehát ilyen már nincs, hogy élő zene volt, tehát ember ott befizette a részvételt is, reggel, hogy előadások, tematikus előadások voltak, úgyhogy nagyon szép emlék. Azt hiszem hat, és utána Tatabányán következték, ahol ugye Jelesi Dusko Gorkovistól kezdve a John Murádi különböző magyar előadókig, úgyhogy hát Gábor annyit tudni kell, hogy Puskázon kell 150 lemez és 60 könyv, több ezer előadás, köztük a Sikonda és Tatabányai előadások, úgyhogy én annyit szeretnék tőled kérdezni, hogy hogyan beszélj először, hogy mondjam, most aztán végem is van, mert innen tőket állatok szól. Koltot hoztál? Koltot! Jaj, nem. A szakmai munka, ezt most holnap reggelig ülünk itt, vagy holnap után reggel? Egy óra. 55 esztendben én csinálom a jazz muzsikát. Mindenfajta formában, egészen pontosan 964 tavasszán kezdtem. Mindjárt a kellős közepébe estem bele a dolognak, Pernye András körébe kerültem be, és az ő révén nagyon hamarosan a Magyar Rádióval 30 évig külsőztem. Hát ez alatt nagyon-nagyon sok előadást csináltam, részben az előadásokat, részben pedig önöző gramofon levez műsorokat. Miután jó párral, hogy mondjam, idősebbek ülnek, itt ők még emlékeznek gramofon lemezekre, egyszámos 78-as fordulatú lemezekre, hát ezekről voltak a Gramofon Sztárok című műsorok, és hát akkor nagyon sokat csináltunk Nemes András igazi felfedezésemet, azt hiszem, hogy Pernye Andrásnak és neki köszönhetem, illetve Szentpulti Palinak, aki amikor egy nagyon pimba szerepet írtam neki a Magyar Rádióba, akkor másnap táviratilag magához rendelt. Azt hittem, hogy akkor jön a lefejezés, és minden egyéb helyette megdobott azzal, hogy hát most már Pernye Andris is ajánlott, akkor most már gyere be és dolgozzál nekünk, jazz rádiós műsorokat csináljál. Hát ezt 30 éve ott ragadtam. Elkezdtem újságíróskodni emellett,
70-től. Kezdtem a magyar ifjúságban, aztán végigkezdtem az egész magyar, nyugat-német, osztrák és lengyel sajton, magyar-német, angol nyelven írtam cikkeket. Ha jól számoltam, 52 vagy 53 napnak dolgoztam az évek folyamán. És hát az általában említett Sikond azt hiszem egy nagyon fontos kapcsolódási pont, ugyanis létezik egy csodálatos színészünk és szervezőnk, Bécsett Stenzer Béla, aki kitalálta azt, hogy mi csináljunk teljesen speciális jazzklubokat, amilyen addig az országban a 1920-as, 30-as évek óta nem volt, és akkor ugye vagyunk a 70-es években, ahol legyenek 4 órás programok, aminek egy negyede az élőzene. És ezen kívül beszéljünk irodalomról, legyenek beszélgetések zenészekkel, szakemberekkel, legyen jazzballett, legyen filmvetítés, mikor mennyi, de mindenből egy órányi összesen, és utána ez annyira sikeres volt, és bevált, hogy Budapestre, a Budapesti Művelődési Központba fölhoztuk, és aztán hát vagy 6 éven keresztül, ha jól emlékszem, minden vasárnap délután, 18 óra 00 perckor, ahogy a rádió bippelt, úgy mi megkezdtük a programot, és ezt most azért szeretném hangsúlyozni, mert azelőtt Magyarországon ugye az volt a szokás, hogy majd teljesít a közönség, és akkor elkezdjük. Na, az első este itt is ez történt, a második estén már hármelyedházzal kezdtünk, a harmadik estén 18 óra 00, akkor mindenki ott volt, mert tisztába kellett azzal lenni, hogy akkor az első produkció egy bizonyos részéből elmaradt, tehát neveltük is egy kicsit a közönséget, és persze a közönséggel is beszélgettünk alkalmilag. Tehát ez, ami nagyon-nagyon érdekes volt, és Pécsre visszatérve pedig, amikor közeledett a rendszerváltás, akkor talán emlékeznek még rá jelenlevők, egész addig csak magyarokon adhatott ki lemezeket Magyarországon, akkor majd azért minket ezeket a fekete lemezeket. Azért kellett ezt csinálni, mert egyrészt már sokan szövegeltek azért, hogy nekem is jelent már meg Nagy-Britanniában lemezett, Nyugat-Németországban, Ausztriában, de itt van egyszerűen nem voltak hajlandó kérni a magyar jazz történeti lemezeket. És hát nyilván a popzenészek még jobban kajabáltak, kórusok, egyebek, hogy hát most már föl kéne szabadítani a magyar lemezkiadást, és a másik oldal a dolognak az volt, hogy plusz kapacitása kezdett lenni a Hungaratonnak, és akkor úgy döntöttek, hogy fognak úgynevezett bérpréseléseket végezni, és ebben az első, aki beszállt, az a Stenzer Béla féle cég volt, hogy a Baranya megyei művelődési központ, és akkor elkezdtük itthon is ontani a különböző jazzlemezeket. Először azt, amit itt van a csomagodból, az a szép LP. A csomagodat még láttam valahogy, de hol nem lesz. De erre rappantó büszkék vagyunk, ez volt az első olyan itthon Magyarországon megjelentetett jazzlemez, amely hihetetlen, gondoljátok el, hogy 1000 példányban sikerült eladni. Na most a világpiacon 500 példányban adtak el hasonló lemezeket, tehát megjelent a nyugat-német jazz történet, a francia, a japán, stb. Azok 300-500 példány között keltek el, ebből elment az 1000 darab. Tehát ez is mutatja, hogy mekkora volt már az érdeklődés akkor a magyar jazzre, amit ugye hát a hivatalos szervek próbáltak letagadni, hogy a magyar jazznek lenne múltján. Persze hát a 60-as évektől körülbelül, amikor lett a modern jazz Magyarországon, akkortól, és hát ugye volt egy magyar jazz komisszár, nyugodtan ennek nevezhetjük, és ami neki nem tetszett, azt egyszerűen így a magyar jazz történeti lemezeket sem lehetett a Hungaratonnál. Betörette a kész lemezeket, és a többi, tehát nem lehetett kiadni, tehát ezért voltunk roppantul büszkék erre. Elkezdődött egy jazz könyvsorozat is, amiből sajnos végül csak 2 jelenhetett meg, és aztán bedarálták a rendszerváltáskor a Baranya megyei művelődési központot, és ott már nem lehetett tovább tevékenykedni. Én közben bekerültem hivatásosként a Hungaratonnak a garnitúrájában, és hát ott sikerült néhány olyan dolgot aztán elintézni, külsősöknek is, meg saját magunknak is, hogy ott is lett egy magyar modern jazz történeti sorozat, aztán 18 lemezt engedtek végül a betervezett 70-ből megjelenni.
ott azért a vállalaton belül még mindig dolgoztak az ellen emberek. És hát összességében eljutottam odáig, amit említettél, ha jól számolom, 153 lemezt csináltam eddig, mint producer, és ez a mai könyvem a 39. még csak. Onnantól elégedetlen vagyok, mert 72 éves vagyok, az sokkal szebben szólalt, hogy már 72 kötetem lehetne. De ígérem, hogy pótlom a dolgokat, most már évi kettő fog kijönni tőlem, tetszik, nem tetszik az ellenségnek, még három ellenségem él az országban, hál' Istennek több nem. Úgyhogy jönnek a könyvek egymás után, ez a mai most folytatása ennek a kötetnek, amit szeretnék megmutatni. Ezt sajnos a ma bemutatandó kötettel meg a Bacsi kötettel ellentétben nem tudjuk ingyenesen adni, de 4000 forint egy CD-bemegyekkel együtt megvásárolható. Ezt azért tartom rendkívül fontosnak, mert én 4 évvel ezelőtt majdnem földobtam a frakkert, és akkor, amikor kijöttem 40 nap kórház után, akkor a Magyar Művészeti Akadémiának volt egy ajánlata, hogy hát most már te értesz, úgy néz ki, hogy ebben az országban magyar jazznek a történeti, ez a legjobban tetszik, nem tetszik az ellenségnek, akkor fogjuk be a száját, és megjelenhetett ez a Zenetudomány most a gyermeke című kötet, a jazz és hatása Magyarországon 920-950. Ez kereken 2 éves kötet. Meg kell, hogy mondjam, meglepődtek a Magyar Művészeti Akadémiánál, hogy az első héten több fogyott el ebből a könyvből, több, mint valaha bármelyik művészeti akadémiás kiadványból. Tehát megvolt rá az érdeklődés nagyon erősen, ebben egy CD-melléket van egyébként. És hát ennek eldöntöttük, hogy kell valamilyen fajta formában folytatásának lennie, és ennek a folytatásnak az egyik része, amitről ma beszélünk, a Budapesti Jazz Mozgalom naplót írt volna 1919-1950, és a következő pedig az következő február 13-án az Uránia Nemzeti Filmszínházban nagy filmbemutatóval és egyebekkel jön a következő kötet, amely 928 és 950 között Magyarországon bemutatott 170 jazzfilmről fog szólni. Ezek angol, amerikai, francia, német, osztrák, dán, szovjet és magyar filmek. Hihetetlen, mert manapság egyetlen egy jazzfilmet általában nem mutatnak be a mozikba. Abban az időszakban viszont volt olyan, hogy 5 mozikban 10 jazzfilmet játszottak párhuzamosan. Úgyhogy én aztán, amit lehetne még csinálni, erről az 50 előtti korszakról, mert ez az igazi magyar jazz korszak, ezt én már korábban leírtam, egyesek vitatkoztak velem, aztán kénytelenek voltak belátni, hogy a nemzetközi szinten Németországban, Franciaországban, Izraelben, Japánban, Ausztráliában és Új-Zélandon mindenütt azt mondják, hogy ez az igazi magyar jazz, akkor talán egyszer már el kellene fogadni, hogy ez a korszak a magyar jazznek az igazi korszaka. És hát nagyon sok mindent lehetne még írni erről a korszakról, most ez a füzeteske, ez nekem nagyon vékony. Ami ma bemutatásra kerül, a mennyisége az adatoknak, amit csak erről lehetne írni a budapesti jazz életről adatszerűen, semmi más, hogy most összehasonlítom meg mindenfajta bolondságok, csak amit adatot le lehetne írni, az 10, jobb esetben 15 ilyen kötetnyi. Tehát horror mennyiség, ami rendelkezésünkre áll. Lehetne nagyon sok zenész életrajzot írni, erről a korszakról természetesen Martini, Beanterbubi, Cseppi és az itt járt idegenek, ugye? Más nem mondjak például Joe Turner, aki 21-néhány esztendei magyar feleségével együtt dolgozott itt Magyarországon. Néger Louis Armstrong zenekarának zongoristája, aki nem ismerné a nevet véletlenül. Tehát mielőtt ide került Magyarországra, akkor Louis Armstrongnak volt az zongoristája, készítettek hangfelvételeket. És hát aztán egy magyar hölgy annyira megragadta a szívét neki, hogy feleségül vett teregedős hölgyet, és hát aztán itt ragadt nálunk Magyarországon. Na, egy első mondatnak. Térjünk már a könyvbemutatóra, tulajdonképpen a Budapesti Jazz Mozgalom napot írt volna 1919-1950.
kérdésem az, hogy miért pont ezt az időszakot emeltem ki, mert számomra ez elég, hát én régi zenehallgató vagyok, de nem kevésbé ismerem ezt a korszakot, nem tudom, hogy ők mennyire, de 1919, de biztosan kevés információnk van. Beavattál bennünket egyik részt, hogy akkor mi volt a inspiráció, de... Hát igen, akkor most mindenek előtt el kell azt mondjam, hogy a NMA löketen a kórház után még jött egy másik löket, mert én ugye két kamionnyi anyagom van otthon. Úgy nem tudom, ugye az kb. Annyi, mint ez a két szoba, ez a terem, ahova beszélünk, be lenne zsufizva, ez főleg papíranyag. Mert hát a lemezanyagot már átadtam a Széchenyi könyvtárnak, hogy ők is egy kicsit mélyebbre belenézhessenek a magyar jazz történetébe. És amikor befejeztem ezt a könyvet, akkor összeakadtam Viszák Sanyival, akit szeretett, köszöntök itt ma hátsó sorban szerényen meghúzódva, aki kitalálta az Arcanum Digitalis tudománytárat, és ez azt jelenti, hogy most már, ha jól emlékszem, közel 20 millió oldalnál tartotok a feldolgozásban, hihetetlen mennyiségben, ugye elsősorban a magyar, a budapesti napi, heti lapok, folyóiratok egyébek, de most már hál' Istennek jön a Vidék is. És hát amikor bedobtam azt a rejtélyes szót, hogy az, és majd felmutatjuk itt a táblázatot is, hogy mi van még ezen kívül, már ott is van. Tehát az, csak azt a szót, hogy az, akkor valami 11 ezer eredményt hozott ki nekem akkor az első nekifutásra, hogy durván két évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor találkoztunk először Sanyival. És hát azt mondtam, hogy egész egyszerűen ez egy olyan lehetőség, amit nagyon-nagyon keményen meg kell ragadni, és aztán elkezdtem bedobálni ezeket az összes többi szavakat, mert hogy az ADT-ben, ugye ez hány is négy, aztán 14 olyan különböző variációban létezik, digitálisan, leolvashatóan, kimásolhatóan a jazz, hogy nem ez a másikat, ez az. Tehát ennyi fajta formában fordul elő a 919 és 950 közötti magyar irodalomban. Na most, aki ezt nem tudja, az nem fogja a cikkeknek egy nagyon jelentős részét soha megtalálni. Ez a digitalizáció egyik előnye és hátránya ugyanakkor, tehát minden betűre pontosan le kell írni. Hát ki gondol arra, hogy például mint az utolsónak ott van a jazz, vagy iszilonnal írva a jazz. És ezek mind a magyar nyelvű napi lapokban, heti lapokban, stb. Így megtalálhatók. Most hát mindegyikre külön-külön kell keresni, mint ahogy Pali előtt ugye még volt egy szabad negyed órám, és akkor most kerestem csepi dolgokat, hát mondom, ott van neki a lánya, aki ugye Kanadában leveleztem vele, ahol megnézem, hogy a csepi babáról mennyi van. Hát van vagy 78-an külön, tehát nem csak magáról a csepiről, hanem a csepi babáról is, egy táncosnő, énekesnő volt, stb. Is a jazzben természetesen. No, hát ez a lökést ahhoz, hogy meglegyen ez a kötet, illetve hát a film jazz kötete, az kb. 10%-át tudtuk volna Sanyi nélkül megírni. Tehát ez egy ilyen olyan feléken billentés volt, hogy na most akkor ki kell használni azt a lehetőséget. És akkor, hogyha bedobod most a másik képet, akkor ott megnézhetjük, hogy 950 előtt a magyar írott irodalomban, tehát sajtótermékekben mennyi fajta formája fordulhat elő a jazz muzsikának? Azt hiszem, hogy Sanyi, neked is igazság, hogy ennyi fajta formában. Ennyi jött össze egész egyszerűen. És tulajdonképpen még tegnap előtt is találtam újabbat, meg még lehet, hogy még újabbat fogok találni. Mert hiszen a Madilernek is az volt a tanulsága, hogy bedobom a Cseppi babának a nevét, és akkor azon az oldalon még három különböző jazz esemény jön ki. Esetleg olyanok, amikről még nem hallottam, olyan szó összetételekben, amikről még nem hallottuk. Egész egyszerűen. Na most én sokat jelképedésére minden anyagot, amit megtalálok, ugyanúgy, ahogy annak idején elraktam a papírfelszínket,
Ha most meglátok valamit Sanyéknál, vagy egy ezrelékben mellettük most már máshol, akkor az egész egyszerűen különböző helyszínekre lementem a számítógépembe. Úgyhogy van olyan kb. 15 ezer kis ilyen gyűjtőszavam, amiben hogyha találok valamit, akkor azt beteszem a gépbe, és hogyha kellő mennyiség összegyűlik, akkor már lehet is belőle könyvet. Ennyire egyszerű a történet. Hát igazából azt érzem, hogy ez a munkám is szerves részét képezi az egész tevékenységetnek, tehát ebben különválasztani, ezért meg is kérdezik egy ilyen szerintem érdekes idézetet fogok olvasni, ez a Szösszentek a jazz... Igen, ez a másik, igen, amit meg lehet vásárolni, van? Haraszti Emélnek ez a érdekezett 21-es megállapítása. A jazz erejét Afrika és Amerika kollektív lelke termelte ki, de teremtő génőszert Európa elnékozta. Ezzel kapcsolatban én tudom a válaszot, de azért szívesen hallgatnám szerintem. Hát igen, ezért kezdetben engem nagyon sokan finoman szólva is utaltak. 1964-re kell akkor megint visszamenni. Én egy teljesen más közegből érkeztem. A családban nem jazzmuzsikát hallgatott apám a maga 500 sellapemezében, hanem operetteket és magyar mondtákat. De ugyanakkor voltak Martini felvételei neki és hasonló. Tehát én nyitott voltam, meg több mint 1000 darabos házi könyvtár, mindent elolvastam. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy sokaknak meglepő, amit mondani fogok, de most már találkoztam néhány olyan magyar állampolgárral, nem sokkal, egy 10-12-vel, főleg hölgyekkel, akik hozzám hasonlóan általános és középiskolás körükben napi egy darab könyvet olvastak el. Tehát ez azt jelenti, hogy a Jókai 100 ugye a 100 napig tartott. Egész egyszerűen. Ilyen nappal olvastam egész egyszerűen. Most ebből kifolyólag minden, ami a kezembe került, azt én mindent elolvastam, legyen ott csillagászat, akármi. És kiindultak belőle olyan ötletek, amiből aztán én ilyen rendkívül sokoldalú ember lettem. Tehát mert azon kívül, amit itt a Mária is felolvasott, én még kb. 15 szakmában dolgoztam. Részben kapcsolódóan a zenéhez, részben nem, hiszen voltam hangrestaurátor mérnök, MT-be fotóztam, és még nagyon sok minden. És ezek nagyon jól kiegészítették egymást. És valahol mindegyik a házi lemeztárból és a házi könyvtárból indult ki egész egyszerűen. Következő keresztény? Igen? Ja, azért jó, akkor megint össze a 1927-hez, jó, értelek. Ugye én fölültem egy olyan lemeztárba, ahol ennyi fajta zene volt, és nekem nem volt meglepő az, amikor sok-sok évtizeddel ezelőtt belefutottam ebbe a cikkbe. Én első pillanattól kezdve magyar jazz történettel foglalkoztam. Tehát engem nem érdekelt az amerikai jazz isten igazából, mert már akkor rá kellett jönnöm, hogy annak nagy része humbug és habuka. És amikor bekerültem a rádióba 67-re, akkor engem azért vettek oda föl, hogy az akkori szocialista országok jazzzenéjét mutassam be. Tehát ez volt a következő lépcső, és ez egy még nagyobb lépés volt nekem, mert csehszlovák, lengyel, román, szovjet, kubai, kelet-német, elmondtam mindenki, bolgár jazz felvételeket mutattam be, mert hogy nekem volt a legnagyobb tára ebben az országban. Ezekből, tehát én már mindazokat tanulmányoztam, amit nagy részét még ma sem ismer a közönség, holott ezeknek az ismerete nélkül nincs értelme amerikai jazz történettel foglalkozni. Nagyon sokat foglalkoztam amerikaival, és én írtam a világ második Coltrane könyvét, csak hogy nagyságrendileg érzékeljék a jelenlevőt. Tehát nem maradtam le az amerikaitól, csak egész egyszerűen
azt mondtam, mint amit itt a barátok mondott, a Harasztián jön, csak én teljesen más irányból érkeztem el, ugye 27-ben mondta, én meg 67-68-ban kezdtem el mondani a magamét, hogy Bach nélkül, Mozart nélkül, de még kevésbé Beethoven nélkül, és legkevesebbé Liszt Ferenc nélkül soha nem lett volna az a zene, ami manapság jazzként ismerünk. Mindennek ez az alapja. Tetszik, nem tetszik, el akarják fogadni, nem akarják elfogadni. Aki ismeri Csajkovszkit, ismeri Wagnert, az megtalálja az egyes jazz számoknak a gyökerét. Azokban a darabokban, amelyeket ők különböző címek alatt kiadtak, hát ez egy külön dolog, csináltunk ilyen rádióműsorokat is annak idején, akkor a Csajkovszki melyik melódiájából melyik jazz darab szünet. Szóval hihetetlen. Semmi újat szinte nem találtak ki a jazz muzsikával. És az, hogy a jazz az néger lenne, az kb. 1% vagy 2 már a mai ismereteink szerint. Mert gondoljunk bele, hol volt Afrikában steptánc? Ugye? Amihez kell vadó, a porban, vagy a sárban, vagy hol? A világ első számú steptáncosát úgy hívták, hogy Fred Astaire. Érdekes módon osztrák. Vagy latin-amerikai jazz muzsika, latin-amerikai zenék. Az őse a lengyel és a cseh hegyi népzenék, a gorál zenék. Azaz, amit átvittek a lengyel bevándorlók a latin-amerikai indiánok kiirtása után a dél-amerikai kontinensre. Vagy mondjuk magát az Amerikai Egyesült Államokat, aki olyan rettentően büszke magára. Hát létezik olyan, hogy amerikai? Hát azok az indiánok lennének, ha nem jutották volna ki őket az indián holokausztot. Tehát ami oda bekerült, az elsősorban osztrák, magyar, machiavelli, német, francia, angol zenetanárok révén bekerült dolgok. Hangszerek. Hol volt Afrikában zongorna? Hol volt trombita? Hol volt poza? Hol volt szakszofon? Ugye, ami egy francia talán. És akkor még csak a hangszereket meg a tanárokat végeztük ki és veséztük ki egész egyszerűen. Na de hát akkor nem beszéltünk még a jazz fehér zsidó örökségéről. Hát ki tudja az manapság, hogy Benny Goodman az egy lengyel zsidó családból származott. És a legtöbb fehér jazz muzsikus az a klezmer, ami közép-kelet-európai zene, még csak nem is nyugat-európai zene. Vagy musical. Minden nagyra vagyunk az azzal a musical-el. Kik találták ki? Az osztrák-magyar monarchiók, mert egy képről jött ki. Abraham Pál például. Belehalt abba, hogy ellopták tőle azt a melódiát, amit manapság a világon úgy hívnak, hogy Night and Day. Az Abraham Pál kompozíciója. Egy egész könyv született róla, hogy hogy mondták el tőle. Elég évő voltam, vagy még dumány? Szeretném is a beszélgetésre. De a kapcsolatban kérdése nyugodtan az is. Valami kérdésetek van, akkor kérdésünk van, tegyétek föl, mert vannak itt ugye kevésbé hozzáértők, jobban hozzáértők, úgyhogy örülnék neki, hogy kérdeznétek is. Úgyhogy nincs tanulmányom, hogy szerkeztétek abból, ahogy eddig elmondtam. Ja, jó, jó, kérdezünk persze. Hát mit ajánlnál a kedves előségnek? Melyik részleg? Van ebben ilyen Gorki idézet is? Igen, ez nagyon-nagyon érdekes történet. Csak lakoszt ki, légy szíves ott a kötetbe. Aztán én közben elmondom a történetet hozzá. Mert rendkívül tanulságos és nagyon jellemző a 950-es évek elejének magyar pártkorifeusainak a történethez való hozzáállása. Ugyanis a Szikra, ugye a Magyar Dolgozók Pártjának a központi kiadója kiadja Maxim Gorki az Igazi Kultúra című kötetét. Na de,
Nemrég szereztem meg az eredeti példányt, azért van most már nagy pofám. Újságcikkek és szakirált a könyvnek az alcíme. Na most a drága látos pártkori felesok, meg talán az akkor úgynevezett zeneértők, most ez alatt értem a zeneszerzőket, zenei újságírókat, meg egyébek, csak azt felejtették el elolvasni, hogy ezek szatírák. Na most könyörgöm. Hogy lehet durván egy évtizeden keresztül azt mondani, hogy a jazz a kövéreknek a zenéje, majd talán meg is tudjuk felolvasni, és ráadásul majdnem 20 évvel korábban írta Maxim Gorki ezt a bizonyos szatírát. Na most egy szatírát halálosan komolyan venni, ez a bűnliség, hülyeség és mit tudom én, mi mindennek a teteje lehet. Na, Karinak hamarabb sikerült. Jó. De akinek van már a kezébe, az követhet is. És hát mondom, aki még nem tudja a jelenlevő közül, természetesen aki megtisztelte a jelenlevővel a mai kis összejövetelünket, az egy aláírás ellenében a könyvet örökre magáévá teheti. Illetve még van itt egy bacsikerekről szóló kötet is, igaz, hogy annak a CD melléklete hiányzik, de kétnyelvű. Úgyhogy akár a külföldi barátoknak is lehet majd tovább ajándékozni, tehát az is csak egy aláírás ellenében kapható, és csak ez a két kis életrajzomhoz kapható, csatlakozó kötetecske az, ami már a saját tulajdonom, de egy-két példányt azért eladom ebből alkalmilag. Na tehát, azt mondja... Szikra kiadásában most jelent meg Gorki és az igazi kultúra című könyve, amely Gorki újsági cikkei tanulmányát és szatiráit foglalja magában. Összegyűjtő cikkek témája a Szovjetunió és Nyugat-Európai imperialista országok kritikai összehasonlítása, elsősorban a kultúra terjedt, egy gazdasági szempontból is. Gorki ebben a művében bemutatja az imperialisták dörzsölését, balkán vagy gengszerek garázdálkodását, nép elnyomatását, kizárkonyolását, és megmutatja a másik világot is. A szocializmus építésének hősi munkáját a Szovjetunióban, a szocialista munkaverseny csodálatos eredményeit, ifjúság nevelését, az igazi kultúra vívmányait. A cikkek könyörtelenül rendezik le a háborús uszítókat és a dolgozó emberiség ellenségét, a fasizmust. No, akkor most én bejövök ezzel az eredeti Gorki szöveggel. Az üdítő csendet valami kellemetlen kopácsolás szakítja meg. 1, 2, 3, 10, 20 ütés, és közvetlenül utána, mint kiszapad tiszta átlátszó vízbe, ömlik a vali hivákolás, fütyülés, ropogás, üvöltés, ordítás, kattogás. Nem emberi hang ez, inkább a lúg jelentéséhez hasonlít, disznóröfög és szamárorbitás vegyüléke, óriási békák szerelmes brekegése. Az esztelen hangoknak ez a fülsértő káosz alig felfogható ritmusban ültet. Ha egy-két percig hallgatjuk ezt a macska zenét, akaratlan is azt kell gondolnunk, hogy örültek zenekara játsza. Ez a zene az értelmet a durva nemiség mély fertőjében rántja el. Bizonyára valami ember csődörli vezényi, óriási fallosszát lengetve. Ez a kövér emberek muzsikája. Ritmusára cinikusan mozgatják combjukat a kultúrországok luxus kocsmáiban a kövér emberek, ritmusára disznolkodnak, nyilvánosan megjátsszák a férfi és nő egyesülésének aktusát. A kövérek világában járványszerűen terjed az egynemű szerelem. A fejlődés, amelyen ezek a kövérek átesnek, nem más, mint az elfajulás. Ez hát a fejlődés útja, amely a menüvet szépségétől és a keringő elevenségétől a cinikus foxtrothoz és a görcsösségi Charlestonhoz, Mozarttól és Beethoventől a néger jazzhez vezet. Aztán a kövérek muzsikája fülsüketítő robajjal végre megszakad, olyan robajjal, mintha az égből a földre zuhanna egy konyha edényen megrakott fiók. Újra beáll a kristálytiszta csend.
Na most ez csak egy kis idézet volt, mert ez 8 oldalas az igazi kultúra kötetében a Gorki nyelvtársnak. Azt hiszem, hogy maximálisan érzékeljük, hogy mennyire szatíra ez az egész, és mennyire kifordította az egész dolgot. És tessék, az MDP-ben ez volt a lényeg, hogy ez csak akkor a kövéreknek lehet a muzsikája, és ezért nem szabad jazzmuzsikát játszani Magyarországon. No de! Ugyan nem a mai téma, mert ugye 950-ig beszélünk, és ez a kötet 50-ben jelent meg, de azért ne felejtsük el, hogy ma már tudjuk a dokumentumokból, hogy 950 előtt, 950 után is volt jazz élet Magyarországon. Nagyon sok zenész eltiltottak attól, hogy Budapesten zenéljenek. Igen ám, de mondjuk egy Horici Ákost elküldtek, ugye Nomadori kevésbé mindenki ismeri legalább a nevét neki, ha a zenét nem is feltétlenül, elküldték Szolnokra. Hát Szolnokon azért nem igazán tudták, hogy mi az a jazz és mi az, amit be kellene tiltani. Tehát ott Horici Ákos nyugodtan játszhatta a jazz muzsikát. Ugyanez megtörtént Csepkivel, Martinival, Beantenkutval és egyébek. És aztán nem jazz téma, de gondoljuk abban, hogyha jól emlékszem, 953 vagy 54-ben valahol Észak-Magyarországon a helyi pártitkár avatta föl a vadonatújonnan fölépített templomot. És ezzel csak arra szeretnék rámutatni, hogy mindenütt attól függött, hogy milyenek voltak a helyi vezetők. Hát a helyi vezető tök hülye volt, akkor bedőlt annak, hogy valaki azt mondta neki, hogy ez jazz muzsika és ezt nem hallgathatod. De a szovjet esztrád jazz, ugye, ami ott valahol van a listákon, akkor a szovjet esztrád jazz azt természetesen lehetett játszani. Na most a szovjet esztrád jazz az 1921-22-ben alakult ki, mint egyfajta etno jazz. És ezt nem árt, hogyha tudjuk, mert Amerikában még ez a fogalom sem létezett, hogy etno jazz, de a Szovjetunióban már etno jazz játszottak. Vagy 1904-ben Magyarországon már etno ragtime-ot játszottak a cigán zenekarok. Akkor hol van az egésznek az eredője, az origója? Az előttelek? No, magyar. A eredet kapcsán nem értek a jazzhez, hogy végülis Amerika akkor mit adott hozzá a jazzhez? Helyszínt mindenek előtt. A kuplerájokat, ahol ugye a Magyarországon is terjesztett amerikai és francia könyvekből gátlástalanul átvett úgynevezett forrásmunkák alapján azt mondják, hogy a kuplerájokban égerek zenéltek csak. Na most mára már tudjuk, miután megvannak az Edison fonográfnyenger felvételek, hogy 1900 tájékán már fehér jazz muzsika létezett, fekete is létezett. Tehát minimum 50-50 akkora kialakulása a történetnek. És hát ugye, ahogy elmondtam, akkor most mondok még egy példát, amivel néhány évvel ezelőtt egy bajai zenei könyvtáros találkozón állítottam fejre néhány kedves kollégát, ilyen többek között zenei könyvtáros is vagyok, és fölkértek egy előadást, és találkoztam egy nagyon kedves egyetemi tanár kolléganővel, aki zenét tanít, nem tudom meg, hogy hol, és hát megkérdeztem tőle, hogy tudod-e azt, hogy honnan jön a spirituálé? Hát az néger zene. Tanítja, hangsúlyozom. Na most, már bocsánat, az Bach korából származik. Tehát ennyire kell csak lemenni a zenébe. Hát az első spirituálé azok Németországban jelentek le német nyelvű szöveggel. Nekem otthon eredeti kottáim vannak, ahol a spirituálé sok helyen megjelölve, hogy melyik korából jön, német szöveggel. A gospel az megint egy másik része a dolognak, ahol már egy kicsit tovább fejlesztik ezt, meg más mozgás, meg egyébek, ott valóban már megjelenik. De, vagy a ragtime. Hát könyörgöm. Hát aki a ragtime-ból azt mondja, hogy az néger zene, az egész egyszerűen európai induló zenéből keletkezett, lekottázott zene. Az elődje a kékhók is, ugye, ami megint csak nem néger zene, hanem a négerek kifigurázására találták ki a fehérek, a kékhókot. És
akkor menjünk vissza, még egy kicsikét. Blackface, tehát a feketére mázolt arccal való játék. Ugye erről is azt mondják, hogy eredetileg a négereket akarták kifigurázni bele Amerikába. Hát egy franc karikát. Ezt potom 300 évvel azelőtt keletkezett a Commedia dell'arte-ba Olaszországba. Más baj nincs vele. Akkor egy másik kérdés lenne, hogyan vászolt szerintem egy ilyen a 20-as, 30-as, 40-es és 50-es években, de csak úgy összehasonlító alapon, tehát nem kell túl mélyre mennünk gondolni. Tehát, hogy érdekelne a gyermek, szerintem aki jazz hallgató nincs annyira benne, tehát a korai jazzben nem mondja. Persze, hát a korai jazznek a kialakulása, azt nagyon kevesen tudják, hogy ez eredetileg Amerikában is katonazenekarok játszották. Nem volt kimondott jazzzenekar, katona zenekarok játszották. Tessék tudomásul venni. Na most a katona zenekarok, azok kétfajta vonalon haladtak. Az egyik a német katonazene, a másik pedig a franciás vonal, a könnyedebb zene. Na most, ha valaki veszi a fáradtságot, manapság megnéz egy katonai parádét Latin Amerikában, YouTube-on, én is így akadtam bele pár hónappal ezelőtt, akkor meg fog lepődni azon, hogy a latin amerikai országok mars zenéje, tehát induló zenéje gyakorlatilag, sőt, az egyenruhák is a német birodalomból származnak. És ebből kezdenek aztán lejönni a jazz zené hajló dolgok, egész egyszerűen. És azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar cigányzenésznek nyugodtan kimerhetjük állítani, hogy manapság már, tehát manapság elmondhatjuk, hogy 101 néhány évvel ezelőtt a magyar cigányzenésznek több köze volt a kialakulóban levő jazzmusikához, mint az amerikai négernek. Az Amerikába kivándorolt német, angol, francia, lengyel, stb. Azoknak igen, azoknak nagyon sok köze volt. Tehát minden Európában indul ki, tetszik, nem tetszik. Egész egyszerűen, hogy utána mit dumáltak bele, meg újabban ezzel a mindenáron, hogy az már nem afroamerikai, hanem meg nem lehet azt mondani rá, hogy néger. Hát könyörgöm, ha annak idején egy számnak a címében az volt, hogy néger, akkor én nem változtatható meg a 912-ben megjelent hanglemeznek a címkéjét. Hát az teljesen nonsens. És hát rengeteg hasonlóval most vannak ezek a gender hülyeségek, ugye, hát szóval egész egyszerűen ugyanez, ugyanennek egy továbbfajta folytatása egész egyszerűen. Hogy most ilyen konferenciát rendeznek valamikor a napokban, aztán Nyugat-Németországban, hogy a jazz muzsika, mint a nők elnyomásának az eszköze. Körülbelül ez az egész konferenciának a címe, mert hogy miért nem volt nagyon sok női jazz muzsikus annak idején. Hát már bocsánat, hogy mondjam, katolikus, református és egyéb hívő hölgyekből, akik nyilvánvalóan még nem kerültek be a nagyvárosokba, és elsősorban férjükkel éltek együtt, gyermekeket nevelgettek, és háztartásban el voltak. Nem voltak annyira túlterhelve, mint manapság. Nem jó volt nekik? Már bocsánat, hogy így teszem fel a kérdést, hogy nem, mint látjuk, kapott azt a hülye reklámot a közös téli adóba, hogy hát van munka, van iskola, meg van család, meg mi minden. Hát nem, akkor nyilván fölfogták azt, hogy maximum zongorista lehet meg hegedűs a hölgy, mert ugye a jazzkorai korszakáról beszélünk, tanultak. Mert minden hölgynek, akit hölgynek nevezhetünk, ugye tehát középosztálytól fölfele, az vagy zongorálni, vagy hegedülni tanult. És az természetes volt nekik, és itt jön be a jazzmuzsika, hogy természetesen nem csak operát játszott, meg kamarazenét, meg mi mindent, hanem amikor bejönnek a jazz, és azt mondják, hogy ez a sláger,
akkor otthon a zongorán, mert én minden valamiramú családban megy zongora, vagy legalább egy pianinó, akkor a csajok megtanulják azt. Egész egyszerűen. De az még nem jelenti azt, hogy ő képzett jazzmuzsikus be tud lépni egy bandába, és itt jön a nagy történet, ugyanakkor vannak olyan hölgyek, akik elvégzik a zeneakadémiát, zeneakadémiát végeznek, tehát nem úgy beleugranak fejest az egész dologba, és alakítanak női jazzzenekarokat. Most aki majd a következő könyvünket nézi, azon majd látni fog, illetve hát aki eljön a könyvek bemutatójára, olyan komplett női jazzzenekarokat, akik mind kizárólag zeneakadémiát végzett fehér hölgyekből lettek. Na de! Tessenek figyelni, főleg hölgyek! Elő volt írva, hogy hány centi magasnak kell lenni a hölgyeknek. Hány kiló lehet? 55 kiló volt a súlyhatár, se kevesebb, se több nem lehetett. És most mondom a legkeményebbet, genderesek, bocsássák meg nekem, minden hölgynek fejjeleműben kellett játszania a felvételén. Hogy nem volt semmi olyan dolog, ami eltéríthette volna. És utána közösen éltek a hölgyek a hőzenekarokban, fél évvel előre meg kellett jelenteni, ha valakivel udvaroltatni akart magának, nem beszélve a házasságról és egyebekről, de ők ezt választották. Tehát ők nem azt mondták, hogy mi el vagyunk nyomva, mert nők vagyunk, hanem igenis ki akarom mutatkozni, mint nők egy jazzzenekar tagjaként. De akkor bevállaljuk mindazt, amit mondjuk egy Paul Whiteman zenekarba, vagy a Paul Whiteman által szponzorált és fölfutatott Duke Ellingtonnak a zenekarában, hogy igen, akkor mi nap, mint nap próbálni fogunk, nekünk ez az életünk napi 8 óra zenélés. És ez vállaljuk azt, hogy 55 kilósak leszünk, és a többi, és a többi. Tehát nincs elnyomásról szó. Egyszerűen ő választotta. Hogy ennyien választották? Hát Isten! Manapság valamennyiben többen választják, mert most én megnézem, hogy a budapesti jazztanszakon 200-250 jazzénekes nőt képeztek. Én egyetlen egy olyan nem hallottam még közöttük, aki egy Kósa Zsuzsával, vagy a pécsi Bornemisza Máriával, vagy a Pap Mártával, Miklósi Péterrel, akik ugye a 60-as évek tájékán, most már korábbiakról nem beszélek, hogy Hardi Tamás, Anya Szuri, Kapitány Anna, visszatérve a mi korszakunkra, ugye, Fényes Kató, hogy azzal fölvennék a versét. Hát attól, hogy ők jazzdiplomát, jazzénekesnő diplomát kaptak, ők attól nem lettek jazzénekesnek. Hát bocsánat. Szóval a diploma teljesen le van értékelődve, minden szinten, nem csak én. Kiberítő voltam, vagy? Elmondanék egy kiegészítést, ugye tavaly volt a jazz kutatási kongresszus, a Mindert tartott egy előadást. Igen. És mondta, hogy összesen 68 hölgy végzett a jazz tanszakon 50 év alatt, és abból 3 volt csak a hangszeres, a többi mind énekes. Ez is egy érdekes. Hát igen, mert a énekelni azt, hogy mondjam, lehet, hogy furcsa hangzik, de végül is az a népzenéből indul, ugye? Tehát a népzenében, a magyar népzenében, vagy akármelyik népzenét nézzük, én elsősorban az európai népzenékről beszélek, azokat ismerek, vagy 30 fajtáját. Itt nagyon fontosak a hölgy énekesek. És meglehetősen kevés a hangszeres közöttük, bár a 20-as, 30-as évektől kezdve vannak itt is, főleg a jazz muzsika kezd behozni érdekes hangszereket, hiszen ha jól emlékszem, egyik magyar dobosnak, a Jávori Vilinek, a mamája volt az egyik első jazzdobos, női jazzdobos Magyarországon. Tehát, és senki nem akadályozta meg, hogy jazzdobos legyen. Ő úgy döntött, hogy jazzdobos lesz, és akkor annyi. Ma meg legfeljebb elhatározza a hölgy, hogy ő kommunikáció szakon fog tanulni, csak minek, azt nem tudom, de ez a totál felesleges. De akkor a pótó fogja ő virítani magát, aztán vagy sikerül neki, vagy nem. Vagy esetleg lesz belőle mosogató Londonban. Mert hogy az egyetemi diploma körülbelül annyit ér. Bocs, ez volt az
zárójeles megjegyzést. Hadításnak itt a végén szóval egy személyes kérdéséget szeretném. Igen, de kérje nekünk már a videót, zenét, azokban nem lesz semmi, hogy ki maga a csúlyogja meg. Azért szeretném megkérdezni tőled, hogy melyik lett, az első jazzlemezet? Az első jazzlemezet. A kedvenc lemezet, így mondom. Hát ez nálam egy külön probléma volt világéletemben. Mindenesetre, amikor a jazzbe bele szerettem, akkor attól kezdve kikötöttem a kedves családomba, hogy születésnap, névnap, karácsony, sőt, akkor még a húsvét is egy bizonyos értékig ilyen ajándékozós ünnep volt, akkor én lemezeket fogok kiemni minden egyes alkalommal, hozom a számlát, és aztán pernáját le az előre megállapodott összeget, ha többé vásároltam, akkor azt én hozzáteszem. Na most a legelső lemezem, az nagyon gyorsan elkerült tőlem, de nagyon őszintén meg kell vallanom, hogy ez is volt életem egyik legnagyobb csalódásra. Jól nem hiszem, 11-12 számos, nagyon méreg drágán, 350 forintért, tehát akkor több mint egy heti fizetésemért vásárolt lemez volt, amin részben fehér, részben fekete amerikai és európai előadók játszottak, és majdnem azt mondtam, ez a lemez után, ez egy ilyen nagy összeállítás volt, ilyen best of manapság, ennek hívják, vagy hasonlóra, ahol egész egyszerűen azt mondtam, hogy ha ez a jazz muzsik, akkor én többet nem hallgatom. És volt még egy ilyen dolog, az a rádióból vettem föl, az még keményebb volt ebből a szempontból. Egy bődületesen hosszú szaxofon, bocsánat, trombita szóló Dizzy Gillespie-től. Most azt mondtam, hogy ez a fehér, a léger jazz trombitálás, akkor én tovább nem vagyok hajlandó amerikai jazz muzsikát hallgatni. Mert egész egyszerűen valami olyan elrettentő volt, mint olyan a Gillespie játszott vagy 10 perces szólót, ugye később meg ilyen 40 perceket játszott a Coltrane. Ugye, ha összehasonlítjuk a mai zenével, hát aki 3-4 percben nem tudja kifejezni magát, és ezt most Pernyi Andrástól, tanáromtól idézem, hát az nem tud semmit a jazz muzsikáról, az csak úgy világ végtelenségében öblöget. Azt hiszem, hogy ez a legjobb kifejezés rá. Hát 3-4 percben meg kell tudni, és ez nem véletlen, hogy annakinél a sellatlemezeknek az időtartama 3 perc volt, 3-3 és fél. Abban mindennek bele kellett férnie, egész egyszerűen. És attól lettek nagyok az zenészek, hogy a 3 percben mindent bele tudtak komprimálni. Nem az, hogy most, amikor jazzklubokat vezettem, ugye vagy 50-valahányat az országba, oda jött a muzsikus, a magyar muzsikus, hadd ne mondjam, állítólag világhírűen Budapesten, és akkor ilyen 15 percet játszott egy darabot, de se füle, se farka nem volt. Kukucs. Na, mit adsz? Adj szemben. Igényelt a zenét hallgatni, vagy szoktál, milyen zenét hallgatsz például? Én mindenféle zenét meghallgatok egyébként, de rendkívül kritikusan. Ugye hát a lemezről kérdeztél az előbb, nálam egy normális hit az úgy nézett ki a szocialista érában, hogy jött olyan 10-15 lemez csomagom, egyenként 3-25 lemezzel, Amerikából, Japánból, Nyugat-Németországból, Ausztriából, és én azokat akkor mind meghallgattam. Ezek még mind elvitt voltak, a hétvége általában erre ment rám. Következő héten már előadást tartottam, mert ő rádióműsor csináltam egyebek. Egy idő után aztán, amikor bejött ez a bolond CD-korszak, nagyon sokáig nem volt CD-játszom, már 200 CD-n volt, de még CD-játszom nem. Horrorába került egyébként. Hát akkor volt az én fizetésem 6 vagy 7 ezer forint, és 40-45 ezer volt egy CD-játszó. Hát csak összehasonlításképpen. És akkor egy csomó CD-t összegyűjtöttem, és amikor bejöttek a CD-k, akkor rá kellett találni, hogy egy kutya nagy előnye van. Lehet, hogy egy CD-t 3 perc alatt meg lehet hallgatni.
De ha se a számnak az eleje, se a közepe, se a vége nem tetszett, mondjuk ilyen 15 perces számnak, akkor mi a fenének foglalkoznak én tovább azzal az ócska CD-vel? Ki kell dobni, el kell cserélni, stb. Stb. Tehát roppant erős kritikát, hát hogy nagyságrendileg érzékeljen, nekem összesen 60 ezer lemezet volt az életben. 60 ezer. Sellak lemez, LP, CD, minden egyik. Tehát ezt nagyon tudatosan kellett gyűjteni, és nagyon tudatosan kellett összeszedni. Tehát nem véletlen az, hogy én a második Coltrane könyvet megírtam a világon, mert amikor összejött az összes Coltrane, akkor megírtam a könyvet, utána elfelejtettem, mert rá kellett arra jönnöm, hogy a félvilág Coltrane-t utánozza, de minek hallgassam én magát Coltrane-t is már, mikor már dögunalom tulajdonképpen, vagy képes voltam a Miles Davis budapesti koncertjéről elmenni. Mert annyira föl volt tupírozva egész egyszerűen az egész pasas, hogy semmi értelmét nem láttam, hogy én erre még az időben pazaroljam. És ez volt a legnagyobb probléma, mert elmentem mondjuk egy Namiszlovszki koncertre, ugye a lengyel, Zbigniew Namiszlovszki szakszofonos, aki nem mellesleg Dixieben Pozánoskának képte a pályafutását, nem tudom hányan tudják a jelenlők közül, és ő okoztat, de az egyik legnagyobb meglepetés, dolgoztam vele, koncerteket szerveztem neki, amikor kijött a Schmalz tangó lemezével. Mert akkor még nem tudtam, hogy a tangó egy köse ugye a lengyel népzene. Tehát a kettőt a Namiszlovszki összehozta nagyon szépen, és akkor ő kezdte elmagyarázni, hogy igen, hát könyörgöm, hát mi az, hogy ezt a világon nem tudják, hogy ez lengyel népzene. És így lehetne szépen belemászni az egészbe. Tehát én végighallgattam az összes szovjet csehszlemezt, az összes csehszlovákot, NDK-t. Érdekes volt az NDK-t, amikor összehasonlítani a nyugati metrikvel, vagy az amerikai metrikvel. És ez igaz, hogy írtál a NDK-ban levelet, hogy sok ilyen dolgom volt nekem. Én mindig belecsaptam a lecsóba, hogy ezt a kifejezést használjam. Borzasztóan zavos voltam, hogy megnyílt az Andrássy úton, akkor Népköztársaság útjának hívták, egy NDK centrum, és ott a csajok egész nap csak vakaroztak. Finoman fogalmaztak. És azt mondták, hogy hát jazzlemezt Magyarországon eladni, hát ilyen marhaságot ne beszéljen már Simon elvtárs. Jó. Megunultam, amíg a lemezgyár címe Berlinben, írtam egy roppant dörgedelmes, természetesen német nyelvű levelet, ugye németből államvizsgáztam, ahol van néhány diplomám, hogy hát kedves elvtársak, én itt élek Budapesten. Kelet-európai jazz történettel foglalkozom, de a budapesti NDK centrum nem akar nekem jazzlemezeket adni. Hát hogy képzeljék ezt egy szocialista testi államban? Nem adnak jazzlemezeket. Na, két hét múlva jött nekem a telefon az NDK centrumból, hogy Simon elvtárs jöttek a nemére lemezek. Simon elvtárs be, úgy kisökörtem azt az első 15 lemezt, ami a nagy fajtát küldtek, az első kiadásokat, magyarán mondta az összes jazz lemezt, és akkor voltak ott mások példányok. Most ott volt a Csányi Attila, akit te is nagyon jól ismersz, meg jó páron a jelenlevő közül éppen ezen alkalomból. És hát azt mondja, most ide akkor nekem a másod példányokat. És vitte haza. Na most ekkor döbbentek rá az NDK centrumban a csajok, hogy a világ legjobb üzletnél lemezeket és azon belül jazzlemezeket behozni. Hát attól kezdve én rendeltem az NDK centrum részére a lemezeket. 50-et, 100-at, 200-at, mikor mennyit hoznak. Én általában 25-öt vittem el az új kiadványokból, mert az egész világra csengett. Küldtem Amerikába, Ausztráliába, mit tudom én hova, és akkor jöttek érte a kis méregdrága, itt Sefer Jóskárhoz például úgy nyitottam NDK lemezekért cserébe, aki ismeri már jelenlevők a miskolci kiváló szakszofonos gyereket, ugye, aki Franciaország nagy sztárjának tartanak, na most, hogy ő is francia. Na most hát nem tudom, hogy Miskolcon hogy születhetett egy francia, ez a másik ország a világon, Amerika mellett, tehát mindenki tud, Brecht-sajtól, mindenki francia, aki már valamit csinált, Offenbach óta, ugye? Mint tudjuk, Offenbach is ugye franciának született, már bocsánat.
No. Záró kérdésem, hogy mit tudsz a következő jazzkutató generációnak? Tehát mivel látod a jövőt, vagy egyáltalán mit lesz ebből? Hát ha lesz kutató generáció, akkor mindenek előtt a 950 előtti jazz kell kutatni, mert most már hálasanyi égtak, ez ragyogóan hozzá lehetnek jutni. Legalábbis a nyomtatott anyag nagy részéhez hallgassák azokat a felvételeket, amiket a Canon Jazz sorozatban kiadtunk. Ez ugye egy olyan 40 CD körülbelül eddig a nagy részt a 950 előtti magyar jazz történetéből, ami ugye állítólag nem létezik és nem létezett sohasem. Nagyon sok kiadatlan maradt még, hozzáteszem, hogy az artisztikus biztonságai miatt valószínűleg többet nem is adunk ki, mert elegünk volt abból a szemtelen, arrogáns hozzáállásból, amit az Artisjus a CD kiadásokkal kapcsolatban csinál. Tehát ezekkel kellene foglalkozni, és most visszatérnék arra az állapotra, amikor mi, most ki van itt, Olassanyi meg a Lipiskarcsi az alakító között, tehát 10 megalakítottuk Csányi Attilával a Magyar Jazzkutatási Társaságot, amiről végül ugye elkalandoztunk és nem beszéltünk. Akkor azt mondtam, hogy én 20 embernek egyenként 20 évre való munkát tudnék adni, ugye volt ez 26 esztendővel ezelőtt, tehát magyarul a 400 kötetet meg lehetett volna jelentetni, hogyha lett volna 20 vállalkozó szellemű ember, aki minden évben egy könyvet kiad a kezdőből. Ez lehetett volna ilyen vékonyakka, és meg lehetett volna ilyen vastagocska, mint az összenetek, csak éppen dolgoztak volna, és nem lustálkodták volna el az időt. És nekem itt a legfőbb problémám a hivatásos magyar zenetudós képzéssel van, mert mind a mai napig nem hajlandó elfogadni, hogy a legkortársabb zenét azt úgy hívják, hogy jazz muzsika. És azt sem, hiába mondtam nekik éppen legutóbb egy konferencia szünetében, hogy könyörgöm, nézzétek már meg az Árpádom digitális tudománytárat. Mennyivel több jazz címszóra, jazz hírre és egyebekre akadtok, mint a kortárs zene Kodálytól Bartókig, vagy visszamenőleg mehetnénk nagyon, Jelmic például egy ragyogó jazz kritikus is volt, és másokra, akik a két világháború között alkottak, de hát eltörpül a tevékenységük, és mégis velük foglalkoztak, róluk írnak könyveket, és nem a jazz muzsikáról. Hát mi a csodának van akkor nekünk a Zeneakadémián, egy jazz tanszakunkban, zenetudós képzésünk és egyébként. Hozzá kell fogni, most már ráadásul tényleg az alapokat réges-rég megteremtettük mi az elmúlt évtizedekben. Hát azért azt, hogy 150 lemezt meg tudtam csinálni, több mint 150-et, és itt a 39. könyvben jön a 40. Hát aki ezeken az alapokon nem tud megírni 5 év alatt 5 doktori disszertációt, az ássa el magát. Egész egyszerűen. És egy ember megint adja az 5-öt, mert annyi a kérdőt. Nem tudom, valakinek van egy kérdéssel. Mondjad meg. Egy rövid kérdés, mert a jazz és a tánc kapcsolatot, csak láttam így írva ezt a táblázatot, hogy van, amikor az a meghatározó, hogy tánc, jazz tánc. Igen. Tehát, hogy a jazzhez készült a tánc, vagy fordítva is volt, hogy a tánc hozzá. Mindenek előtt kísérő szerepe volt, de aztán egy idő után ugyanúgy, mint a divattal, ikreként mentek tovább. Tehát egymást befolyásolták. Tehát most ugye a divatról nem beszéltünk a hajnal folyamán, pedig itt van a könyvben bőségesen erről. Tehát attól, hogy bejönnek az úgynevezett jazz táncok, Ragtime-tól kezdve a Foxtrotig, ugye amit rókatáncnak hívtak annak idején, meg a Ragtime ugye a medve tánc és így tovább, tehát mindegyiket egy-egy állattal párosították. Attól el kellett, hogy tűnjenek a régi, hosszú női ruhák. Mert a hosszú női ruhák, azok nem engedtek meg olyan mozgásokat, amelyeket ezek a fajta, újfajta táncok, Charleston például, hogy a legismertebb példáját mondjam, azok megkövetelték, hogy egész egyszerűen a hölgyek egyre rövidebb ruhákba járjanak, az amerikai és nem amerikai filmekben, már
apró kis bunyikba játszanak a hölgyek. Ott a hatalmas sorban, ugye a girl kultuszt ők hozták be a világba. Volt ez nálunk is Németországban is, meg máshol is. Tehát ilyenek az összefüggések. Nem lehet egymástól elválasztani. Van egy, tavaly volt Olaszországban egy olyan konferencia, sok napos, már egészét én láttam az anyagnak, sajnos jó része olaszul van, amint nem az én nyelvem, hogy arról beszéltek, hogy a jazz és a film hogy hatott egymásra. Na most erről lehetne körülbelül 200 kötetet írni. Csak erről a kis, csak a 950 előttiről beszélünk változatlanul. 200 könyvet ezért megállapították, hogy egyszerűen a jazz muzsika a táncos a jazz muzsikát, oda-vissza, oda-vissza, és amit nálunk is érzékeltünk például a Pécsi Balettnek a fellépésein, hogy a jazz muzsikus mennyire másfajta mozdulatokra inspirálta ugyanabban a darabban a Pécsi Balett táncosait. Nagyon érdekes. Meg én lefejeztem, ugye? Én még bírom. Megköszönjük a szép szavaidat, és akkor a tovább munkát, hogy tervezésen sok erőt és egészséget kívánunk. Várjuk a folytatást a könyveket, de tudom, hogy a következőben készül. Köszönöm, hogy itt lehettem. Furcsa volt a szituáció. Kb. 60 magyar városban szerepeltem az elmúlt évtizedekben, meg nagyon sok külföldibe, főleg Ausztriában és Németországban. Elidén, hogy németes vagyok, és hát Kerekháza valahogy kimaradt az életemből. Annak ellenére Máriával is találkoztunk korábban, ugye veled, ahogy említetted, hosszú-hosszú évtizedek óta vagyunk közvetlen kapcsolatban. Ugye tavaly már Szentesre is eljutottam, hála Olassanyinak. Úgyhogy én abban reménykedem, hogy még azért találkozunk, én még csak 72 vagyok, le is nem kell várni újabb 55 évet arra. Egyházán beszélgetésünk. Tényleg nagyon köszönöm, hogy itt lehettem valamennyi érdeknek. És aki még nem vett föl könyvet, az vihetik ezt is, a mai napot is, meg hogy gondoljátok akkor a Kacsi könyvet is, ami két nyelvű. Sajnos a CD melléklete annak nincsen meg. Ezt is köszönhetjük a szerzői jogvédőnek, mert nem engedett annyi példány CD-t kinyomatni, amennyit szerettünk volna. Hát Istenem, a könyv az több lett, ezek nélküle vannak, úgyhogy gondoljátok végig mindazokat, amiről beszéltem. Tudom, hogy borzasztóan nehéz első pillantásra átfogni, rengeteg sok mindenről beszéltem, de egy-egy fázisát a dolognak, hogy az egyes népzenékből hogyan legyen ez muzsika. És végre azt elfelejteni, hogy ez afrikai zene. Végre. És hogy csak az egyik kiindulási pontja az Amerikai Egyesült Államok, mert azzal párhuzamosan, amiről nem beszéltünk, elindul a Kotta, az Edison fonográf henger, a hanglemeze, és az az egész világon van. Hát az első dán ragtime felvétel 902-ben készült. És nekünk dumálnak a Scott Joplinról ugye, hogy az a világ legnagyobb ragtime szerzője. Na most, amikor legutóbb megnéztem, az ausztrál ragtime diszkográfiában csak magyar vonatkozású ragtime több van, mint Joplin, és összesen 12.000 összeért ragtime-ban. A Joplin írt 5-5-et. Akkor mindig a Joplin-t játszunk. Szerző jó egyébként, többek között. Bocs! Alapítvány elnökének, Simon Géza Gábornak ezt a ma estét. Hát ahogy érzékeltük, az egy óra alatt ízelítőt lehetett esetleg adni ebből a magyar jazz történetének a nagyon gazdag korszakából, és hát ahogy hallottuk, nagyon sok könyvet lehetne megírni, aki kedvet érez. És keressék Simon Géza Gábor könyveit, a könyvtárban meg is vannak. Most is kaptunk ajándékba, és ahogy itt közben már elhangzott,
mindenki egy példányt ajándékba kap, csak miután pályázatból valósul meg a könyvkiadás, így találkozni érni, úgyhogy ha szeretnének, nem kérünk se ilyen címet, se telefonszámot, semmi. Én is köszönöm. Köszönjük szépen, és még a héten pénteken várjuk Önöket. Egy nagy kiállítás nyílik, a magyar himnusz jelenik meg táblaképeken, szinte ezt a falat betölti. Szőgyénből, Felvidékről érkezik az alkotó, Schmidt Robert, érdemes eljönni, és az alkotásait láthatjuk még. Az ipartestületben volt látható ez a munka. Nagyon érdekes lesz, monumentális, ha tehetik pénteken este 5 órára jöjjenek el. A művész is itt lesz gyermekeivel, ők játszanak, és Rosta Ferenc alpolgármester úr nyitja meg a kiállítást. Úgyhogy várjuk Önöket pénteken, nagyon sok szeretettel, 5 órára ide a könyvtárba. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és itt voltak.